Reggeli személy! A reggeli személy pedig Simonyi András, zenész, volt amerikai nagykövet. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt! E, maszkban érkezett, az Egyesült Államokból tért haza, ha jól olvastam, akkor egy-két héttel ezelőtt ennyire komolyan veszi, az Egyesült Államokban is ennyire komolyan beszik a maszk használatot, vagy csak ön volt ennyire határozat, tehát mégis maszkba jött be a stúdióba, aztán levettem, mert hogy kettem vagyunk, és egymástól két méterre. Hát ahol mi, mi, élünk, Washingtonban ott nagyon komolyan veszik, nem is, nem is nagyon emelkedett a covidosok száma. Egy nagyon szigorú, kemény polgármester asszony van, és hát ugye a repülő, az a repülőút, az csak egy kilenc órás út, mindenféle elővigyázatosságok kellenek, és hát hazaérve örömmel Hallottam, hogy itt szigorúan veszik a, a beléptetést, meg volt mindenféle tesztem, ennek ellenére tartottam magam az önkaranténhez, és én mindenhova, mindenhol, ha kimozdulok a lakásból, felveszem a maszkot, egyszerűen nem csak a magam védelme érdekében, hanem mások védelme érdekében is. Trump elnök, hát meglehetősen sok időt telt el, mire maszkot húzott. Éppen talán a héten volt egy olyan megjelenése, amikor, amikor fölvet egy maszkot, amit Covid meg járványügyében nyilatkozott, az meglehetősen furcsa, és hát, hogy is mondjam, ha nem lenne ennyire veszélyes a koronavírus járvány, akkor mosolyogtatásra kényszertetne. Szóval nagyon érdekes, Trump mindent kizárólag az újraválasztása szempontjából néz. Ugye novemberben választások lesznek az Egyesült Államokban, és nagyon szoros a verseny közte, és Biden volt a lelnök a demokrata jelölt között. Trump azt számította ki, hogy neki vajon mit kell tennie annak érdekében, hogy azt az pici többséget megszerezze az 50 százalék fölött, ami neki ahhoz szükséges, hogy, hogy megnyerje a választásokat, és ebből a szempontból vacilált a maszkviseléssel kapcsolatban. Ugye az ő bázisa Amerika közepén lévő, főleg idézőjelben munkásosztály, akik, akik nem nagyon veszik be ezt a fájtos keleti és nyugati parti dolgot, ezt is ilyennek tartották addig, amíg el nem kezdett, el nem kezdett hullani a, a, a lakosság. Hát nagyon csúnya számok vannak az Egyesült Igen. Államokban. Ez döbbenetes egyébként. Az az ország, amelyik egyébként minden szempontból fel van készülve arra, hogy egy ilyen pandémiát kezeljen, mégpedig jól kezeljen, ezt brutálisan rosszul kezelte. És most nagy nehezen meggyőzték a Fehérvárház beli szakértők arról, hogy igenis rendelje el, a, vagy, vagy, járjon él, élen, és mutassa meg, hogy a maszk viselet igenis fontos, és ezért tartott nagyon sokáig, hogy ezt megtette. Nagyon érdekes egyébként közte és a feleségek között kialakult nyilvános vita a felesége, Melania Trump, ugye, aki szlovén származású, Igen. Ő azonnal és nagyon határozottan szorgalmazta a maszkviselést. Lehet, hogy ez egy politikai játék is volt, de most ténylegesen ő is nyilvánosan szorgalmazza a maszkviselést, mert nagyon-nagyon csúnyán romlottak az elmúlt hetekben a számok. Ha most megnézzük, és egy képzeletben mérleg két serpenyébe teszünk két témát, ami az Egyesült Államokban most hangsúlyos, a koronavírus járvány vagy a Black Lives Matter mozgalom, akkor, akkor melyik az, amire inkább, hogy is mondjam, táncol a, az amerikai? Ugye Erdős Péternek volt ez a szép szava, hogy, hogy mire táncol a magyar, más kifejezést használt egyébként a neuton kapcsolatban, mondta ezt. A Black Lives Matter mozgalom sokkal előbb indult, mint a George Floyd gyilkosság. Ugye emlékeztetnék arra, hogy George Floyd miniszótei jó embert, nyakára rálépett a rendőrség, meghalt, és ebből óriási, brutális problémák lettek egyébként, ugye ennek, ezeknek a tüntetéseknek jelentős része ott a mi közvetlen szomszédságunkban, Washingtonban, tehát én láttam, hogy ez, ez tényleg hogy néz ki, ugye először indul szépen békésnek, és aztán utána majdnem minden este verekedésbe és veszekedésbe torkolt, a Black Lives Matter egy e, szimptoma. Egy e, olyan szimptoma, amely most átcsapott mozgalomba. Ugye ez nagyon furcsa dolog, nagyon is lehet szimpatizálni azokkal a, a problémákkal, amiket ők felvetnek. Ugye alapvetően arról szól, meg kell szüntetni a rendőri brutalitást, de ennek a rendőri brutalitásnak a hátterében elsősorban szociális-történelmi problémák vannak. És ez nem csak a rendőri brutalitásról szól, még akkor is, hogyha ez így néz ki. Nem mellesleg, ugye maga Biden a demokrata elnökjelölt is azt mondta, hogy például nem támogatja azt, hogy szüntessék meg a rendőröket. Ugye a Black Lives Matternek az egyik kinövése, ez a defund the police, hogy vonják meg a költségvetést a rendőrségtől. Ezt ők nem támogatják, mert ez azt mutatja, hogy radikalizálódnak. A radikalizálódás viszont nem kedvez egy mérsékeltebb politikának, márpedig ma Amerikában az amerikaiak többsége szeretne egy nyugodtabb, kiegyensúlyozottabb, mondjuk úgy, hogy centrumabb, centrumpártibb politikát. És hogyha tovabb, tovább radikalizálódik a Black Lives Matter mozgalom miatt a demokrata párt, ez bizony egy komoly kockázatot jelenthet Bidennek. Tehát itt nagyon sok dolog egymásra rakódik. Valószínűleg nem tört volna ki ez a botrány, hogyha nincs egyszerre egy olyan pandémia, amely ma az Egyesült Államokban kétségtelen tény, elsősorban a fekete lakosságot sújtja, tehát a haláleseteknek a, a, a száma a fekete lakosság ö, körében sokkal-de sokkal magasabb arányait tekintve, mint a fehér lakosság. Körében sok, sok oka van. Az egyik. Van ennek persze kulturális oka, de van ennek egészségügyi ellátásbeli oka, hogy nem mennek el orvoshoz, hogy van egy csomó tehát a feketéknél alapvetően nagyon rossz az átlag egészségügyi állapot, tehát sok minden egymásra rakódott, és ezt kiváltotta, ezt, ezt a, 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 a mondjuk úgy, hogy lázadást, vagy vagy mozgalmat, ezt kiváltotta ez a rendőrgyilkosság. Úgyhogy egy, egy bonyolult problémáról van szó, de mégiscsak visszakanyarodnék ahhoz, hogy elsősorban a novemberi választás szemszögéből kellene ezt vizsgálni. És akkor, tehát, hogy, hogy nem regionális probléma, tehát az valóban az egész Egyesült Államokban fontos kérdés a Black Lives Matter, csak úgy, mint a koronavírus? Abszolút ezt ilyen mondanom kellett volna, hogy valóban ez nem egy helyi probléma, nem is regionális probléma, hanem most már átvette az egész amerikai politikai életet. Én nem azt mondanám, hogy átvette felette az irányítást, de nagyon nagy hatással van az egész amerikai közvéleményre, elsősorban és az amerikai politikára. De ebben a kérdésben hozzáteszem, hogy nagyon nincs konszenzus az Egyesült Államokban. Ez egy olyan dologról beszélünk, ami évtizedek, évszázadok óta for, 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 és most egyszer csak egy vulkán feltört, én nem hiszem, hogy egy csapásra mindent meg lehet oldani. Ugye önnel, amikor beszélgettünk itt a, az adás előtt, beszélgettünk a szobor döntögetésre. Tehát ebben is uh, ugye van jogos. Tehát az, hogy például a déli uh, uh, volt uh, ugye az észak-dél háborúban uh, a dél oldalán álló uh, uh, tábornokok szobrát, hogy eltávolítják, illetve hogy bizonyos katonai bázisoknak a neveit megváltoztatják azért, mert olyan neveket olyan nevek voltak, akik a, a déli oldalon harcoltak. Ezek teljesen jogos dolgok, de az, hogy Kolumbusz Kristóf Winston Churchill szobrát elkezdik döntögetni, ezt én egy ostobaságnak tartom, és ez már a szélsőséges megnyilvánuláshoz tartozik, ami egyáltalán nem tetszik az amerikai közvéleménynek. Volt az amerikai politikának jó válasza erre a, ugye, erre a kérdésre? Én azt hiszem, hogy voltak, voltak, korábban azért jó válaszok, de hát ez egy nagyon nehéz probléma. Ugye közvetlenül a polgárháború után, ugye 1000. 864 ben utána volt egy, egy periódus, amikor nagyon szépen, nagyon szépen kezdett alakulni a feketék és a fehérek viszonya, ami aztán félre csúszott, és, és ez nem lett sikeres. Aztán volt, voltak próbálkozások a 10-20-as évek elején, amikor, amikor egyszerűen a kapitalizmus, mondjuk úgy, randa szóval érve a kapitalizmus kitermelt egy olyan e, jómódú e, vállalkozói réteget a feketék között, e, akik élen jártak, húzták felfele a lakosságot, és aztán e, nem emlékszem pontosan a dátumban, e, dátumra, de volt egy nagyon-nagyon-nagyon csúnya, e, csúnya eset, amikor egy, az egyik kisvárosban felgyújtották a teljes fekete a teljes fekete kerületet, és több százan meghaltak, felgyújtották az üzleteket, és akkor visszazuhant minden. De ne felejtsük el, hogy a Kennedyek sokat tettek. Johnson elnök, akit mi elsősorban úgy emlékszünk, főleg a magyar annak idején élő magyar kommunista propaganda miatt, mint egy brutális, ugye imperialista szemétláda, aki ugye a vietnámi háborút, ami egyébként jogos, vietnámi háborút szorgalmazta, de ő nagyon sokat tett az, a feketék emancipációja, emancipációja érdekében kommunikált Martin Luther king vagy utána volt a, Robert Kennedy, akit aztán utána megint lelőttek. Tehát ez egy ilyen hullámokban, de mégiscsak javuló tendenciát mutató dolog. Ne felejtsük el, hogy ez az, hogy most ez ilyen erővel tör fel, ez annak is köszönhető, hogy most már nem lehet blokkolni a feketék kommunikációját. Az, hogy, 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 fekete szót használunk, az a pillanatnyilag a magyar, az amerikai politikában elfogadott? Tehát én állandóan keresem a szót, mert hogyha kimondom azt, hogy fekete, akkor jönnek azzal, hogy hát az, az már rasszizmus, és az ember keresni hogy afroamerikai, vagy hispán, tehát, hogy mindenféle szavakat keres, hogy, hogy ne feketézen, de ha jól értem, akkor akkor ez nem így hát, működik. Hát egy, egy szó amit nem lehet használni, és hogyha ezt valaki véletlenül kiejti a, szav, a, a, a száján, akár pozitív, akár negatív értelme, ez az N betűvel kezdődő Igen. szó. Ezt nem használják az amerikák, de az, hogy black, azt használják. Uh, és ebben, ebben az égvilágon uh, semmi nincsen uh, uh, néha, néha um, hátborzongató ahogy a radikálisok ezekben a kérdésekben uh, számon kérnek dolgokat én nem tartom tisztességesnek az sem hogy Azért kivágni egyetemről nagyon jó, nagyon tisztességes, egyáltalán nem rasszista érzelmű professzorokat, dékánokat, azért, mert egy megnyilatkozásában azt mondta, hogy, hogy Black Lives Matter but why, but, but, all lives matter. Tehát, hogy a feketék élete számít, de minden élet számít, és ezt számunk kérde másnap kirúgták a, az iskolából. Ezt én csacsiságnak tartom. Lehetőséget kell neki adni arra, hogy elmondja, hogy ezt miért mondta, nem kapott lehetőséget. Na, ez nem tesz jót. Ez nem tesz jót se a feketék ügyének, sem pedig annak, hogy ebben az ügyben valahogy nyugvó, nyugvó pontra jusson az Egyesült Államok. A kampány bármelyik pontján egyáltalán szóba kerülhet a, a fegyvertartás szigorítása? Hát most nem fog szigorodni a fegyvertartás. A helyzet az, hogy növekedett a fegyverek eladásának a száma. De hát drámaian. Félnek? Az emberek, az emberek félnek, ugye? Trump egy kicsit erre is játszik, de a Trump rendpá, rendpártiságra játszik. Ne felejtsük el, hogy Nixon elnök azért tudta annak idején megverni Johnson-t, mert kitörtek a lázadások, ugye 68 tájékán, amelyek igencsak, hát ugye szociális politikai indítatásúak voltak, részben a vietnámi háború miatt, részben pedig fai eredetűek voltak. És akkor nagy randalírozások voltak, gyújtogatások voltak, felfordulások voltak, és bevetették a, a, akkor a rendpártiság jelszavával, Nixon megnyerte a választásokat. Én azt hiszem, hogy Trump jelentős mértékben erre uh -huh. játszik, ezért van az, hogy most szövetséges csapatokat kezd beküldeni mindenféle városokba, ami, ami egy elképesztő dolog, nincs rá szükség, de az emberek igen visszakanyarodva az ön kérdésére, igen az emberek félnek, és ezért a sajnos a fegyverviseléssel kapcsolatos dolgok, én is ismerek, nagyon tisztességes, fekete barátaim vannak, akik minden, minden, nap, nap 24 órájában egy pisztolyal az oldulukon mennek ki az utcára, vagy, vagy alszanak. Tehát ez egy, ez egy ez egy igen súlyos probléma, ebben most nem fogunk előrelépni. Igen, de én ezt elképzelhetően. Tehát az azért meglehetősen furán érezném magamat, ha a alatt egy, vagy, vagy a, vagy a, a hóna alatt egy fegyverrel járkálnék. Tehát Igen, akkor de ez mert... egy amerikai. Tehát itt, itt részben van egy. Van egy jogos félelem, van egy pszichózis, és van egy amerikai történelem. És ezt a hármat össze rakjuk, akkor néha sajnos ez a dolog egy kicsit elmegy nagyon rossz irányba. Hát valamit kell vele kezdeni. És nagyon érdekes, hogy ugye Magyarországon vagyunk, azért ezt a magyar hallgatóknak is kell hallani. Az egyik igen nagy probléma a feketék körében történő súlyos gyilkosságok. Tehát, hogy ott van Chicago, ugye sokat lehet olvasni arról, hogy Chicagóban minden hétvégén, minden szombat, minden vasárnap, de talán a hét minden napján súlyos gyilkosságok történnek. Van, amikor egy hétvégén húsz embert agyonlőnek, ez majdnem mind a feketék-feketék háborúja. Tehát ezzel is kell kezdeni valamit, és ebben eh, ahhoz bátorság kell, hogy valaki ezt világosan elmagyarázza, hogy az sincs rendben, hogyha feketék lövöldözik egymást. Hát hogy ne? Hírek jönnek itt a klubrádióban, 9 óra 30 perchez közeledünk. A reggeli személy Simon Andrá, András volt amerikai nagykövet, aki pillanatnyilag is Washingtonban él, még beér. Bárt a másodért hagyd kérdezzem meg, hogy ön fél néha Washingtonban? Nem, soha nem félek. Washington egy biztonságos város. Nagyon. Én, én el szoktam menni, olyat is csinálok, amit más idézőjelben, vagy fehér ember nem tesz meg, hogy felülök a, 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 a buszra, és elmegyünk a feleségemmel a feketék lakta területekre, ami egy, egy nagyon furcsa, furcsa érzés, hogy ott ülsz, ott ülsz egy, mit tudom én, fél órán keresztül a buszon, és egy, egy darab fehér ember nincs a buszon, csak feketék, ez semmi problémát nem jelent. Soha egy pillanatig nem féltünk Washingtonban. Reggeli személy. És a reggeli személy pedig Simonyi András volt amerikai nagykövet. Én természetesen egyrészt politikával foglalkozom, vagy foglalkoztam, de hát azért nagyon emlékezetes számomra, amikor Simonyi András meghívta az Egyesült Államok, de az Egyesült Államokban a Washington nagykövetségre Erdély Tamást, a Ramons zenekarnak a, a, tagját, akkor már csak Tommy Ramón élt, és fellépett a nagykövetségre. Azt lehetett tudni, akkor és pont az Index számolt be arról, ami most éppen egy kicsit bajban van, illetve nagyon bajban van, hogy hogy a, az ön lánya inspirálta ezt a hangversenyt. Ez így volt, vagy hát azért ön is, utána gitáros, azért uh, tudhatta, hogy mi a két akkord, aztán vélátás. Hát ugye ez egy fantasztikus kis történet. Először is nagyon köszönöm, hogy emlékszik erre, és külön örülök azért, mert Tommy Ramon tényleg egy rock and roll óriás. Ugye azt kevesen tudják, hogy Tommy Ramon, ugye Erdély Tamás, Igen. az a, a, a Bajcsi Zsilinszki úton 36-ban 36 született, önök erről tisztességesen meg is emlékeztek, és a, a, a lányom, a lányom nagy punk rajongó volt, és őszintén szóva, ugye a, én a 60-as éveknek a zenében éltem, élek ma is, 70-es évek elején, aztán egy kicsit, kicsit nekem túl szép lett, túl rokokó lett a, a zene, és én akkor megálltam és éltem a magam 60-as évek zenei világában. Tehát a, a punk zenét uh, én uh, valóban a, a lányom uh, noszogatására kezdtem el újra felfedezni, és akkor ő elkezdte nekem játszani a Ramones-nak a zenét, és egy fantasztikus történet, és azt mondja, hogy te aput tudod. Ráadásul ez a Tommy Ramon, ez egy, ez egy magyar fiú, és akkor leesett a tantot. Na, azonnal megkerestem a, a Tommy Ramont, aki egy tündéri helyes ember volt akkor már nem volt nagyon, nagyon jó állapotban, és különösen szívszorító volt, hogy itt van ez a világsztár, akinek nagyon súlyos anyagi gondjai hm. voltak. De hozzáteszem, hogy eljött hozzánk egy beszélgetésre. Nagy is és akkor csináltuk azt, hogy leültünk Herendi mellett plusz fotelekben beszélgetni, majd utána függöny el, Lámpák le, és bemol, bevonult két zenésztársam, az egyik köztük az Egyesült Államok Moszkvai nagykövete volt, aki éppen ott otthon tartózkodott, nekem jó barátom. A másik zenész pedig a basszusgitáros, a Rolling Stones újságnak a szakmai ö, újságírója volt, és puff belevágtunk a, a Blitzkrieg Bop című nagyon eddigi szerzemény. Hát egy nagyon nagy, talán ez a legnagyobb számuk és a tamásnak beállt énekelni. Tehát ez az én történetem, aztán sokáig tartottuk, tartottuk a kapcsolatot, ez azért fontos, mert, mert először is én, én nagyon büszke vagyok arra, hogy ekkora dolgot csinált. Nekem elmegy, elmagyarázta egy, egyébként akkor, hogy ők azért lettek ilyenek, azért találták fel idézőjelben a pangzenét, a pangzenének a zenei struktúráját, a három akordos nagyon gyors számokat, mert nem azért, mert nem tudnak több akkordot játszani, mert egyébként Erdély Tamás egy nagyon jól képzett gitáros volt, egy, egy, egy szuper jó gitáros. Azt mondja, hogy a rock elment rossz irányba. Igen, mondták, hogy És hagyt, elég osz, 15 volt, perces ugye, ezek perces a 15 játszott. perces üzék, a yes a 30 perces szólói, meg minden. Elég volt ebből, vissza a gyökerekhez, és ez, a, ez az igazi történet. E, azt nem is értem egyébként, hogy miért kellett szegényen anni a Ramosról lehet tudni azt, hogy, hogy több pólót adott el, mint lemezt de hát ez volt az a, az a zenekar, de hogy, 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 élete végéig miért volt koldus szegény Erdély Tamás, azt iszonyatosan nem értettem. Hát ugye ezek, ez, ez egy, ez, egy, ez egy furcsa dolog, hogy, hogy hát Magyarországon is vannak koldus szegény Igaz. zenészek. Jó, világstar hogy... volt, tehát az egyetlen magyar, aki a rock and roll, hol a fényben. Fú, világ hatalmas név volt, és ugye Rio de Janeiro-tól kezdve Seattle, Los Angeles, London, mindenhol tízezreket vonzottak, rossz szerződéseket kötöttek. Ezek egyszerűen nem értenek az a idézőjelben vett üzleti részhez, ami egy nagyon szép történet, hogy hát mi csak a zenének élünk. Hát egy nagy csodát. Nem erről szól a történet. Attól, hogy valaki pénzt keres azzal, amivel más is pénzt keres, attól még nem lesz rosszabb a zenéje, viszont kódus lettek. És hát bizony neki, ugye, ami, ami miatt nagyon szomorú voltam, hogy, hogy a kórházi kezelést alig tudta finanszírozni. Csak úgy elmondom önnek, hogy az egyik utolsó beszélgetést velem folytatta, felhívtam telefonon, és azt mondta, András, beteg vagyok, és mondom, hát akkor meglátogatok. András, te nem akarsz engem ebben az állapotban látni, és utána egy hónap múlva el is ment. Igen. Visszatérve egy kicsit a külpolitikához az Egyesült Államokban, ugye említette azt, hogy, hogy most igazából a választási kampánya, a hangsúlyos mindenki arra készül, a magyar külpolitika foglalkoztat bárkit, hogy, hogy látja Washingtonon, milyen vélemények, benyomások születnek a magyar külpolitikáról, mondjuk adott esetben a, a külügyminiszter tevékenységéről? országoknak az a tragédiája, hogy amúgy nem számítanak, akkor számítanak a bajkeverők. Sajnos Magyarország a bajkeverők kategóriába tartozik, azok, akikkel problémák vannak. Na most a jelenlegi amerikai kormányzat ezt nem mondja ki ilyen hang, hangsúlyosan, de a háttérben egy, egyértelmű, hogy egyáltalán nem tetszik a magyar külpolitikának ez a cikcakja, és különösen nem tetszik az amerikai külpolitikának, a jelenlegi külpolitikának, tehát a Pompeo vezette külpolitikának, hogy Magyarország sodródik Kína és Oroszország felé. Ez nagyon nem tetszik. Egy csomó olyan Lépést teszünk, amivel a kínaiaknak kedvezünk, ez viszont gyengíti a szövetségesi összetartást. Hát ne, ne bejegyzünk. rébuszokba. Az, hogy Magyarország dalolva és vidáman be, beengedi ide a kínai állami beruházásokat, a Huawei-t, amely csak csak kicsit leplezetten nem Ként állami cég. Is. Hát ez egy, tulajdonképpen egy állami cég az is, Nekem ke, nem, kellett, ugye éltünk mi a szocializmusban, tudjuk, hogy ez hogy működik. Csingelftást felhívják a pártközpontból, és megmondják, hogy mit csináljon. De hozzáteszem, hogy tehát ezeket a cikcakokat nagyon nem szeretik, ugye? Egyre növekszik azoknak a, a száma, akik, akiknek egyáltalán nem tetszik az, hogy Magyarországról szépen el, lassan eltűnik a független média. Ugye én, én egyébként nem szégyelem, én olvasom, ki lehet-e mondani, de én Eben ugye az indext minden nap olvasom, szerintem tisztességes. Most ön mondott valamit, hogy nem sokáig. Én remélem, hogy sokáig. Én remélem, hogy észhez térnek, és megértik azt, hogy, hogy ugye ez... Tehát a, 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 ez a, én, amit nem értek, hogy az elég miért nem elég, miért kell minden. Tehát ugye ez ezt kezdi, kezdi jellemezni a magyar belpolitikának a, 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 a javát, hogy nem elég a sok, minden kell. Hát ez, habzsol, hát, ez habzsolás. Ez habzsolás. És ugye én, én, ezt, én ezt egy borzasztó dolognak tartom. Én már elég öreg vagyok ahhoz, hogy jól emlékszem, hogy egy kicsit nagyon hajaz, hajadzik arra, amilyenek a 70-es években voltak a magyar kommunisták, nem is a 80-as években, a 70-es években, amikor, a, amikor a, a, az elég, az, az, nem volt elég, hanem még minden kellett. Ez nem jó, ez nem jó irány. És erre Amerikában kezdenek felfigyelni, és ez egy nagy tévhit, hogy ez csak a demokratákat zavarja, nagyon sok republikánust is zavar. Biztos, ez csak azért kezdem, mert meglehetősen távol az Egyesült Államok. Én időről időre hajlamos vagyok azt hinni, hogy, hogy kutyát sem érdekel az, hogy Magyarország mondjuk adott esetben mi történik az indexel, mint ahogy Szijjártó Péter is leoltotta tegnap Lisszabonban az egyik sajtószabadságra rákérdező újságírót, azt mondta, hogy a legnagyobb tévé ellenzéki, a legnagyobb heti lap kormányellenes, a legnagyobb napi lap kormányellenes, mindent ugyan, lehet Ugyan, ugyan kérem, Ma magyar a magyar uh, magyar média és uh, örülök, hogy itt vagyok a klubrádióban, uh, mert egy, uh, egy nagyon nagyon fontos nagyon fontos uh, mondjuk uh, jelzés, hogy azért van Magyarországon még független média de azért a magyar, elmegyek, elmegyek egy újságos bódba, és síró fakadok, hogyha összehasonlítom, hogy Brüsszelben, Londonban, Párizsban, Washingtonban egy újságos bódé hogy néz ki, és ott milyen tartalmú újságok vannak, hogy ahhoz képest milyen szintelen szaktalan, most nem a tényleges színekre, hanem a tartalom szempontjából szintelen szaktalan kezd lenni a média. Tehát tehát nekem ne kezdjék el magyarázni. Ez, 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 így, ez, így, nincsen rendjén. Erre egyébként én nagyon remélem, hogy rá fognak jönni. Hozzáteszem, hogy, hogy ha már rákérdezett Szijjártóra. Ugye én Szijjártóra nagyon régről emlékszem, egyszer járt kint Washingtonban, akkor nagyon jót beszélgettünk. Én szerintem egy nagyon értelmes fiatalemberről van szó, de hát nem a saját politikája, neki, neki nincsen saját politikája. Ugye ez is hasonlít a múlthoz, hogy tévedés azt hinni, hogy Szijjártó Péter a saját kisújából szopja ezeket a dolgokat. Erre egyértelmű utasítást kap a pártközpontból, ez teljesen nyilvánvaló. És azt egyébként nagyon tehetséges és, és, és nagyon jól hajtják végre. Tehát ugye nézem a környezetét, nézem a, például az egyik helyettese, nekem közvetlen nagyon kedves munkatársam volt, Sztárai Péter, egy kitűnő szakember, de hát sorolhatnám, nagyon sok munkatársam van, akik jelen pillanat volt, munkatársam van, akik, akik mind magas pozíciót töltenek be. Tehát arról azt szeretném mondani, hogy egy kitűnő apparátus, egy kitűnő, kitűnő szakmailag jól felkészült társaság hajt végre egy olyan politikát, amit Hát amivel én nem értek egyet, de hozzáteszem azt, hogy ezért nagy árat lehet majd fizetni. És ez, ez, a, ez a veszélyes játék, hogy nem lehet ügyes diplomácia sem tudja rendbe tenni azokat a tartalmi problémákat, és itt megint visszakanyarodnék arra, hogy a jogállamiság helyzete a a kínaiakhoz való viszony, az oroszokhoz való viszony, és egy sor ilyen problémát tudnék felsorolni. Még akkor is, hogyha jelen pillanatban elhiteti a kormány az, hogy minden rendben van az amerikai-magyar kapcsolatokban. Ha hegycsere történik a Fehér a novemberi választások nyomán, az megváltoztatja, mondjuk az esetben, ha nem Trump lesz a következő időszakban az Egyesült Államok elnöke a magyar-amerikai viszonyt? Hogy mondjak valamit, ami meg fog lepődni ha nem lesz, hely, nem lesz, változtatás a fehér házban, akkor is meg fog változni a magyar-amerikai viszony. Mitől? Tehát azt hinni, azt hinni, hogy ezt, a, ezt a, magyar, a, magyar, külpolitikának ezt az irányát egy következő, akár republikánus kormány is maradéktanul és csöndben el fogja fogadni, ez egy, ez egy nagy tévedés. Ami tehát... Az kétségtelen tény, hogy egy Biden kormány. Ráadásul ugye Joe Biden nagyon jól ismeri Magyarországot, ugye? A, 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 a feleségével az első útja a házasságok után Magyarországra vezetett. Nagyon jól ismeri Magyarországot. Én, én elég sokat találkoztam vele, ez egy, ez egy nagyon érdekes ember egy ilyen jópofa bácsinak tűnik, de nem az. Ez egy nagyon kő, kőkemény ember, aki nagyon pontosan tudja, hogy mit akar. Visszakar, ő is vissza akarja állítani az Egyesült Államok presztízsét, tehát szó nincs arról, hogy ő egy ilyen puhány, uh -huh. ö, lekvár demokrata ö, vezető lenne. Ő is, csak más szempontból, elsősorban amerikai érdekeket fog, ö, ö, fog képviselni. És visszakanyarodva az ön kérdésére, ez Magyarország szempontjából azt jelenti, hogy kétségtelen tény, hogy ez a megváltozó külpolitika adott esetben Magyarország számára egy nagyon sokkal keményebb amerikai partnert fog jelenteni, de azt szerettem volna jelezni, hogy, hogy Magyarország egyébként nem, nem első helyen szerepel a problémák között nagyon sok probléma van, de ebben az összefüggésben Magyarország zavart keltő tényezőként léphet fel. Amerikának az egyes számú gondja most Kína. És aki ezt a Kína politikát folytatja, az az Egyesült Államokkal előbb-utóbb konfliktusba keverik. Hát ha nem akar a magyar kormány úgy járni, mint a 40-es években az akkori horti kormány, aki hadat üzent az Egyesült Államoknak, és mindenki röhög. Ez ma is mindenki röhög azért én óvatosabban járnék el. Hát meglátjuk, hogy mi lesz. Igen, ön említette azt, hogy, hogy Magyarország, Kína és Oroszország irányába sodródik, szerintem nem sodródik, itt tudatos hajózásról van szó, tehát nem véletlenül megyünk mi Moszkva és Peking felé. Maximum csak úgy csinálunk, mintha de hát valóban paks és a beruházás. Hát akkor fogalmazunk pontosabban, nagy, nagy evező csapásokkal abba az irányba megy a hajó, nem sodorodik, hanem abba, abba az irányba megy a hajó. Ezt egy fatális uh, hibának tartom. Én ugye első NATO nagykövetként, és ráadásul Orbán Viktor uh, uh, nagyköveteként, én ezt egy brutálisan elhibázott, rossz külpolitikának tartom. És akkor most más, hogy egy BBC-s fordulattal éljünk, egy kicsit térjünk át a rock and roll kérdésére. Már az előbb említettük Erdély Tamást és a rock and roll, de hát önről is lehet tudni azt, hogy a 60-as, 70-es években is zenélt, és aztán most a kezem ügyébe akadt egy felvétel, egy 2019-es felvétel, amelyen ön gitározik, be is készítettük egyébként, tehát majd kerítünk rá Pár percet tehát, hogy hogy, hogy az életében most mi a hangsúlyos a gitározás, a zenélés, vagy, vagy, a, vagy a diplomácia és a külpolitika figyelése és kutatása? Mind a kettő. Ugye ez nem 50-50 százalék, -50%, 100 százalék mind a kettő. A szívem az mindig a zenéléssel volt egyébként. Ugye milyen érdekes, hogy nekem. Testi lelki jó barátom volt Presser Gábor, egyfajta nagy testvérként tekítettem mindig rá. A 60-as éveket gyakorlatilag a Gáborral éltem végig, és Barta Tamással, a, nagy, a legnagyobb magyar gitárossal. Én őt tartom a legnagyobb magyar gitárosnak, csak azért említem, mert most van egy ilyen nagy vita arról, hogy a dokumentumfilmet... Én nagyon szeretném, ha bemutatnák. Tehát én azt, azt, ezt azért mondom, mert a én a 60-as évektől 12 éves korom óta nekem szerelmem a rock and roll zene. Ma is minden nap Hallgad egy zenét? órát, két órát gyakorlok otthon, zenét hallgatok, mindenféle zenéket, de főleg klasszikus rock and roll zenét hallgatok. És, és ez összef, ugye a rock and rollnak van egy üzenete. A rock and rollnak az üzenete a szabadság. Ugye micsoda fantasztikus dolog volt az, hogy a rock and roll az ön, önnél hallottam nemrég egy nagyon egy kitűnő műsort, amit ön csinált, a Spencer Davis Group látogatásáról. fantasztikusan gratulálok. Én voltam az egy kollégával. Mi, mi, de mi, minden esetben, bocsánat, eset, bocsánat, de önöknél hallottam Igen. egy, egy, egy nagyon jó műsort. És, és <coughs> És az nagyon, az nagyon fontos volt, hogy a rock and roll zene törte meg a marxista ideológiának a monopóliumát. Ezt nagyon kevesen tudják. Én nem csoda, hogy a rendszer félt a rockzenétől. És a rockzenészeknek a nagy része, egyeseket ezek közül ma keresztre akarnak feszíteni, ugye az illéstől kezdve az, az omegán keresztül, hogy befeküdtek a rendszer. Nem kérem szépen, ezek tulajdonképpen többet tettek a rendszerváltásért, mint nagyon sok mai úgynevezett volt ellenzéki, mert megtörték az ideológiának a monopóliumát. Tehát van egy nagy üzenete a rock and roll zenének. A rock and roll zenének ma is van egy nagy üzenete. Ez mégpedig a szólásszabadság. Tehát rock and roll zene szólásszabadság nélkül nincs. Tehát ilyen értelme van egy híd ahhoz, amit én minden nap csinálok, Külpolitikában is ezzel foglalkozom. Hogyan tudjuk vinni azokat a demokratikus értékeket, amit mi idézőjelben a nyugat képviselni akarunk? Tehát a kettő összefügg, és még egyszer mondom, ez nem 50% ez, 50% az, 100% mind a kettő. De ön, hogy is mondjam, ilyen, ilyen fura fickónak lát tűnik mondjuk az Egyesült Államokban azáltal, hogy diplomata és közben gitározik? Ugye egy nagy kockázatot vállaltam, amikor megcsináltuk a, a, az együttesünket, a Coalition of the Willing zenekart Washingtonban, amikor aktív nagykövet voltam. Az egy kockázat, ugye az ember röheljessé válik, hogyha ezt rosszul csinálja. Én nem akartam, a jaj, de érdekes, itt jön a gitározó nagykövet egyébként, mosolyog, mert hazafelé tartva repülőgépen odalépett hozzám egy egy idősebb ember is azt mondta, hogy Simonyi úr, maszkban voltam, és hogy szóval Simonyi úr, nem gitározott nekünk. Hát ugye sokan erről ismernek meg, ennek semmiféle probléma, ez nem jelent számomra problémát, nem pont ellenkezőleg. Amerikában ez azt jelentett, hogy itt jön egy figura, itt jön egy magyar, aki, aki megértette a mi kultúránkat, és aki, aki magáévá tette a mi kultúránkat, igaz, hogy lefordította ezt, idézőjelben lefordította ezt magyar, magyar nyelvre, magyar zenyei, zenei nyelven, is csak azt jelenti, hogy ez nagyon megért bennünket. Tehát egyáltalán nem tartanak fig, furcsa figurának, az viszont nagyon érdekes, hogy annál többen vannak, akik oda jönnek és bevallják, hogy ők is nagyon szerettek volna rockzenészek lenni. Igen, jut hát a Clinton ugye szakszafonozott, azt nem tudom, hogy Trump elnök, az bármilyen hangszeren játszik. Nem, egyszer Clinton eljött a koncertünkre, és nagyon jól beszélgettünk. Eee, gyorsan elindítjuk ezt a felvételt, és közben elbúcsúzom a kedves hallgatóktól. Simanyi András volt Amerikai Nagykövetnek, köszönöm szépen, hogy vendégünk volt a műsor létrehozásában, segítségemre volt Korpás Krisztina, Selmeci János, eee, eee, József Péter, zene, B-hallás. Oh, To six, the tens came rolling through. Growing up in Hungary, so much we could not do. All across the continent, dividing us in two. Stuck.